hagyomány az nálunk 5 éves, hogy amikor egy első belép az iskolákban a közé, akkor a 12-esek egy világkúszót kap. És most úgy esett a választás, hogy akkor a 12-esek hagyomóvá válnak, és hamarosan kilépnek iskolák falai közül, akkor az elsősök, jelen esetben az elsős kislány, egy papírkúszót lesz a fejedekre, és így szeretnénk rájuk nézni a mai napon. Az ünnep fénypontja, ti vagytok. Köszöntünk titeket! Ünnepi állítottunk kezdeteként egy különlegesebb dalt énekelünk. A kezdőjének és a zárójének is különleges lesz. Most már elmondjuk, hogy az is hagyomány, hogy megtiszteljük azokat a hagyóakat, akik négy éven keresztül, vagy bizonyos idő keresztül szemléltek az iskolában, zenekarban, vendégdobost, akik úgy érzem,
érezzük, hogy az ünnep valójában azért ünnep, mert egymásnak barátai, társai, egymásért cselekvő, egymásért szorgoskodó emberek vagyunk. Ma meg szeretnék köszönni neked azt, hogy évek hosszú során át embereket neveltél és hagytál nevelődni. Olyan embereket, akik ma itt közöttük nagykorúnak, férfinak is ünnek, felnőttnek lassan, és főleg emberek minőségnek. Próbálgatták magunkat, úgy, ahogy mi is naponta tesszük és próbálgatunk. És te voltál és te vagy az, aki mindig méred, kenyéred és megméred. Mennyire őszinte, tiszta, mennyire segítő és mennyire jó. Köszönjük neked, hogy idáig megmutatta. A horizont csak most árul, a történet igazából csak most színesedik, és ezen az úton, amelyet ők elindulnak, szeretnénk, hogyha álom, fantázia és valóság között értelme községeinek. Sokszor nehéz az álmot és a valóságot megkülönböztetni, hiszen úgy érték le itt mellettünk ezt a négy valahány évet, hogy hol egyikben, hol másikban voltak. Sokszor nehéz megmérni a munka eredményét, de valahol rejtette ott van minden, ami őket jellemzi. Miért téged figyel, lásd meg ezt az értéket bennünk. És amikor ma megtiszteljük, és havérkoszokkal a fejükön csodáljuk őket, kérjük téged, hogy hosszú és értékes ösvény vagy számunkra az életünk elején. Ha majd le kell hagysák a fejünket az ösvényen, akkor a te létádat lássák és fölfele nézzenek, és te adj nekik reményt, erőt és hitet, energiát elhordozni, sokszor a világ szemetét, az emberek hosszasságát, de ugyanúgy a munkát és azt, amit ők majd jó emberként neked tegyenek. Tégy és marad áldásukra írhatjuk, engedd, hogy ez a közösségi erő, amely most élő látszál alapul, megerősödjön bennünk. Ma ők az ünnep fénypontjaink, néhány hét múlva viszont táncot lejtenek előttünk, amely ruhákban és kapukban, hogy aztán kilépés során kapuiból az élet hosszú és végetlenül táncát tudják eljárni. Segíts őket! Mondjuk el együtt az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelkessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk el kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,